Már hagyomány, hogy a pantomimes lányok a Vidor Fesztivál sajtótájékoztatójával egy időben kezdik osztogatni a programfüzetet a Kossuth téren. Egy hónapja még nem volt biztos, hogy meg lehet szervezni a nagy sikerű rendezvényt, vagy ha igen, milyen formában. Jó hír, lesznek koncertek a Kossuth téren. A nagy színpadon olyan nevek kaptak helyet, mint például az Anna and the Barbies, Blaha Louisiana, Bohemian Betyársz, Majka és Curtis, vagy a cimbali band kiegészülve a Talamba együttessel. Ezekhez a koncertekhez fesztivál terület tartozik majd, ezen belül védettségi igazolvány szükséges. Az a tervünk, hogy a nagy színpad előtti teret részben lezárjuk. Ez a tér, ez kerítéssel lesz körbehatárolva. Három kapunál lehet majd megközelíteni a koncertet, és ezeknél a bejáratoknál a védettségi igazolványt igazoló karszalagokat kell majd felmutatni. Ezek a karszalagok, ezek pedig a Kossuth tér két pontján vehetőek át már a mai naptól. A Kossuth szobor körül lesz kialakítva idén is a gasztronómia szerelmesei által kedvelt Vidorfalu. Ezt a programelemet várja legjobban a rendezvény fő támogatója, a Bige Holding tulajdonosa is, aki idén több 10 millió forintot fordít a rendezvényre, amely összeg a teljes költségvetés egyharmada. Jó előadások lesznek, jó sörök lesznek a főtéren, és mindenki barátkozzon, kapcsolódjon ki, vége van a nyárnak rögtön, és kezdődik egy hosszú tél, meg vége vannak a szabadságoknak, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki megérdemli ezt. Az egész világon fesztiválok vannak már, ahol lehet, nem mindenhol engedik meg, de már ahol lehet, fesztiválok vannak, műsorok vannak, programok, miért maradnak ki ebből Nyíregyháza? És nem csak a megye lakói várják évről évre a fesztivált, nagyon sokan, nagyon sok helyről érkeznek a városba erre a 9 napra, akár külföldről is. Azonban a Covid miatt idén ebben is változásra számítanak a szervezők. Most ez egy kicsit változni fog, azt gondolom, mint ahogy a turizmus is változóban van. Bár mi nem panaszkodhatunk, mert a szálláshelyek foglaltsága nagyon jó, és még külföldi turisták is megjelentek, de hát nem olyan számban, mint a tavalyi évet leszámítva a korábbi években. De én azt remélem, hogy a Vidor Fesztivál talán erősíti ezt. A turizmus is, a nagy rendezvények is, a kultúra is nagyon-nagyon sokat fejlődött Nyíregyházán az elmúlt években, és ez ide vonzza az embereket. Hát ezen belül a Vidor Fesztivál, ami most jubileumi, 20. alkalommal kerül megszervezésre, pedig már önmagában egy olyan brand, ami idehozta az embereket. Akik esetleg nem tudnak belépni a kerítéssel kijelölt fesztivál helyszínre, azok a Városházánál felállított LED fal segítségével élvezhetik majd a koncerteket és a két színházi előadást. A közel 300 program mintegy 30 helyszínen szórakoztatja a közönséget, amelyhez idén a Színbád és a Corona Hall is csatlakozik.